lelki-szellemi hétvégét tartottak a Szent Margit Gimnáziumban november 27-én és 28-án, amely során keresztény perspektívából kérdeztek rá 21. századot érintő problémákra. A Karolina és a Szent Imre Városi Egyesület, valamint az Albertfalvi Keresztény Társaskör közös programja idén az albertfalvaiak szervezésében zajlott. Hát a fő cím, vezércím az volt, hogy mit hozott és merre tart a 21. század, mivel ez éppen a 21. szellemi lelki hétvége, de valójában ebben minden belefér, mert tudomány belefér, és mindenféle egyéb probléma. Az előadók alapján van számítástechnika, aminélkül ugye most már nem élünk meg, van pszichológia, amely sajnos egyre jobban rászorulunk, van olyan érdekes előadás, jogi előadás, ami például az iszlám állam és az európai jogrend közötti ellentéteket vagy párhuzamokat keresi, és tárja elénk. Vagy lesz olyan, amelyik éppen Vidnyánszky Attilával, aki a nemzet és a kultúra irányában próbál minket tájékoztatni, és mondja, hogy merre is tartanak ők. Vagy nagyon érdekes, és nagyon sok idős embert érdekel, őt fiatalt is, a nyugdíjkérdés. És holnap reggel ezzel kezdünk éppen, hogy Mészáros József pont arról fog beszélni, hogy lesz nyugdíj, azzal biztat mindenkit, és hogy milyen feltételekkel és mire lehet számítani. Kálai Emil atya a lelki motorja az egész megmozdulásnak. Azért indította útjára a rendezvénysorozatot, hogy a keresztény értelmiségnek lehetősége nyíljon a beszélgetésre, az eszmecserére. Abban bízik, hogy a nívós előadások gondolkodásra késztetnek, összekapcsolják, egymásra hangolják a jelenlevőket. Azt kérdeztük tőle, mi a legfőbb üzenete az idei programnak. Hát pontosan az, hogy az embereket felvilágosítsa, hogy nem félünk. Nem félünk. Az Isten velünk van. Ki gondolta, mondja, mi életünkben a kommunizmus, mint a kártya már összeomlik, a Szovjetunió meg felbomlik. Hát még ilyet gondolni sem lehetett akkor. De hát minden hamisság az elő vagy utóbb összeomlik. Csak mi azért hiszünk az Istenben, és éppen azért nem engedjük azt, hogy féljünk. A rendezvényt Hoffmann Tamás polgármester nyitotta meg, aki a 21. század azon kihívásait foglalta össze, amelyeket az önkormányzatnak is szem előtt kell tartani. Az eseményen részt vett Györgyevics Miklós, egyházügyi tanácsnok is. A társadalom minden részében fontos, hogy gondolkodjunk, hogy valahogy megálljunk, és próbáljunk olyan dolgokra is rákérdezni, amit ugye hétköznapokban nem szoktunk. A kétnapos előadássorozat ünnepi szentmisével zárult a Szent Margit Gimnázium kápolnájában, amit Kálai Emil atya celebrált.